Üdvözlök mindenkit, én Leoszki Péter vagyok, és beszélgető partnerem Szentes Róbert. Úgy gondolom, hogy Robit nem kell bemutatni, hiszen már hosszú évek óta, azaz már közel 2 éve láthatjátok ti, akik már több ezeren vagytok, és követitek Robit, hogy mennyi mindent ad át nekünk. Abban az időszakban, amiben számomra az a téma ütötte fel a fejét, hogy boldogság. Sokan dolgozunk, köztük én is, azon, hogy mindazokat az üzeneteket napra készre, szinte már percre készen tegyem meg, és haladjak az utamon, haladjak az élet célom felé. Mindazt azért, hogy én is azt a boldogságot, azt a szeretetet, azt az önfeledtséget megtaláljam. De már azt is tapasztaltam, hogy nem is olyan egyszerű. Van úgy, hogy nem úgy kelünk föl, hogy ez lesz a legboldogabb napunk, de mégis teszünk egy dolgot, és a legboldogabbá tud válni. A válnit azért mondtam, hiszen tenni is kell érte. Ezt nem csak tanuljuk, hanem cselekszünk is. Arra szeretnélek kérni, Robi, hogy a mai alkalommal abban adjunk plusz információkat, azért mondom a plusz, mert már rengeteg információ van mindenki számára, hogy a boldogság, ez egy magyar kifejezés, mit is jelent 2024-ben? Jelente most mást, mint bármikor eddig az emberek történetében, vagy ezt is újra kell tanuljuk, újra kell upgrade-elnünk, vagy ilyen finoman szóljak, vagy mit mondanál mindenre, hogy hogyan induljunk neki a boldogságnak a megélésében? Hello, Peti. A definíciók, ugye azok mindig egy alacsonyabb rezgésű világnak a jellemzői. Tehát mikor valamit definiálni kell, az fontos, mert anélkül nem tudjuk ezeket a mankókat és referenciákat felhasználni, de teljesen más a boldogságnak a régi rendszeri definíciója, mint az igazi definíciója. Nem akarok túl részletesen ezt megfogalmazni, mondok annyit, hogy a boldogság az a szívből jön, és akkor van jelen, amikor önmagunkat adjuk, torzítatlanul, autentikusan, teremtünk lelkesen, és mással meg tudjuk osztani. Én azt gondolom, hogy ezt mindenki írja majd le. Ez Jó. lesz. Jó. Tehát és ez lesz az új földnek a... Ez lesz az új föld. Autentikusan, szívből úgy teremteni, hogy lelkesedünk, és mással meg tudjuk osztani. Na most akkor nézzük meg, hogy ez miért nincs jelen. Nagyon egyszerűen fogok fogalmazni, bár az ismerik már, tudod, a Schaller Robert. Schaller Robin. Schaller Robin. Hogy miért nem boldog a legtöbb ember? Azért, mert a rendszer, a 3D-s invertált ego rendszere úgy programozott minket, hogy nehogy már jól érezd magad. Tehát magyarul az a boldogság, amit úgy eddig kerestünk, úgy, ahogy te is, meg én is, az arról szólt, hogy próbáltunk úgy megnyilvánulni, úgy kibontakozni, hogy ez még a rendszer paraméterein belül esessen. Most a rendszer nem arról szólt, hogy te boldog lehessél, hanem a rendszer úgy programozta az emberiséget, hogy szenvedjél és ünnepeld a szenvedést. Most ez minden csak nem boldogság. És a két világ között megrekedt az ember. Boldog akarsz lenni, és akkor az ego világában, ahelyett, hogy mi kibontakoztunk volna, hogy nézd, nekem van egy gyönyörű ötletem, az egyediségemet, a teremtői gyógyultságomat szeretném a világpiacra, vagy a világ elé hozni, mi jött? Leúrogtak, bántottak, megaláztak, traumatizáltak, megszégyenítettek, mert ez volt az ego világa. Az ego világában a traumákat használták arra, hogy elkedvetlenítsenek minket, és hogy lemondjunk végül is arról a gyönyörű teremtői isteni ajándékunkról. Ezért nem boldog az ember. Mert ha bevállalta volna az önmunkát, a mély önmunkát, hogy kiszálljon ezekből az ego programokból, akkor most ma boldog lehetne.
nincs semmi nem késik. Tehát ami késik, nem múlik. Én erről beszélek, hogy ezeket a megszégyenítéseket, ezeket a boldogtalanító programokat, ezeket kell úgy feloldani az elménkben, hogy megjelenhessünk autentikusan és az Isten teremtői mindenségünkben, és nem félni attól, hogy ez meg ez meg ez elkezd ugatni, meg hurrogni, meg minden. Azért kellett nekem is több tízezer sallert kiosztanom, mert a sátáni programozás alatt álló humán 1.0-ás az egy aljas nép. Mindent megtámadott, ami emberi volt. Minden megtámadott, ami autentikus volt, ami igazán szívből jött. A szívünket támadták éjjel-nappal, és ebből kell most kikerülni. Vagy kilábalni. Még egy való lépés után hagylak téged beszélni, hogy az is egy probléma volt, és még jelenleg tart, mert a legtöbb ember még a régi rendszernek tartja fent a momentumát, hogy a külvilágba kerested az ember a boldogságot. Majd elveszem ezt a csinos kis izét, tudod, a falusi lányt, azért nem városít, mert a falusi azt tud főzni, és jaj, majd fog szeretni. Jaj, és de majd marra jó lesz. A probléma az mindig ott van, hogy mindig máson keresztül próbáltunk boldogságot keresni, találni, és máson keresztül próbáltunk tudattalanul behajtani számukra hiányzó erőforrásokat. És ezzel egy támadó aspektust, egy támadó világot teremtettünk magunk körül, ahol nem egymást támogattuk, hanem egymást kihasználtuk. Te ezt érted, ezek a finomságokat. És így nem lehetünk boldogok. Ez nem boldogság. Ez szándékosan volt így teremtve, tudod, hogy így programozták az emberiséget. Azért mondom, hogy nyugodtan menj fel a gépészhez, kikapcs, filmszakadás, állítsuk le ezt az egész mozit, mert ez úgy szar, hogy van, és utána csináljunk írjunk egy új filmet, írjunk egy új mozit, amit az elménken keresztül tudunk megteremteni. És hogy abból a szakmaiságból csak egy pár gyöngyszemet hozzak ide a hallgatóság elé, amit te tanítasz nekünk, hogy azt a bizonyos fényárnyék, amiben a boldogság benne van, és annak bizony az ellentétje, hát az árnyék rendszernek a legalja, a depresszió, a lélektelenség. Tehát azt gondolom, hogy mindenki jegyezze meg, és körmölje föl bárhova is, de mindig láthatóvá tegye a boldogság új meghatározását, mert amit elértek viszont a 3D-ben, az pont az ellenkezője, és abban vagyunk, és abban voltak nagyon sokan, azért volt, mondom, hogy voltak, mert már tényleg sokan azon dolgoznak, ahogy lent vannak, úgy akarnak majd többek és többek lenni. De tulajdonképpen az is eszembe jutott, amit én is nagyon sokat használok, a polaritás. Tehát ha én boldogtalan vagyok, hol tagadtam meg a boldogságot? Hol volt bennem, vagy az őseimben, és nyilván mindenkiben, magyar kultúrában, érában, környezetben sok veszteség, sok trauma generációról generációra tevődik át, gestart, tehát ismerjük valamennyire már szerintem sokunk, de hál' Istennek a pszichológiádat és a tanításaidat, viszont mégis úgy érzem, hogy ami kell az erőn kívül, az a bátorság, az a hit, amin keresztül valóban a szívből adáson keresztül a boldogság és annak minden jó értelembe vett teremtménye is létre tud jönni. Ebben hogyan fogunk utat mutatni azoknak, akik követnek minket, akik jönnek, Szentes Róbert és a kócsai után, hogy jelentkezek, mert én fel akarok iratkozni a boldogság definíció alá, hogy nekem is. Mit tegyen még azon kívül, amit tesz? Lesz-e olyan, amire még ő nem tud készen lenni? Igen. Ez is olyan, Peti, hogy minél többet tud az ember, annál inkább rájön, hogy mennyire nem tud még csomó mindent, és te is, ahogy tudod, vagy a kvantum kurzusomban, te is látod, hogy azért vannak eszméletlen mélységek, és ezeket a mélységeket használták ki ellenünk, azaz a tudatlanságunkat, az ismeret hiányt használták ellenünk, tudod. Én erre mondtam valamelyik előadásomban, hogy a legemberibb megközelítés, amit szeretnék átadni, hogy hát honnan tudhattuk volna. Szinte senki nem beszélt erről. Amikor próbáltunk megemlíteni, akkor jött a koki, a saller, tudod, több millió fizetett izé volt.
rendszer által fizetett támadógép volt beinstalálva, hogy az igazságot és az igazi finomságát az igazságnak felfedezhessük. Most vagyunk abban a korban, hogy itt a hamis profizmus már evidens, itt van minden, rendszeresik szét, ebben nekünk segítenek, ez fantasztikus. És a boldogság, ha már belementünk így a mélyebb pszichológiába, akkor onnan a boldogtalanság onnan is ered, hogy annó valahol, nem tudjuk pontosan hol, mert mindenkinek egy kicsit más az ősi, meg a felmenő ág története, nemet mondtak erre az ősök. Na most. Aki ismeri nagy technikát, hogy innen mi hiányzik, ez boldogság. Oké, na még nincs megoldva. Mert mi a pszichológiája boldogság? Megmondom mi? Nagyon sok minden. A boldogság, amikor tényleg szívbéli vagy, amikor jól érzed magad, amikor te vagy, és szabadnak érzed magad, és amikor úgy érzed, hogy kebledre tudnád ölelni a világot, az a hiánygondolkodás és a traumatizált elmevilágban ez elfogadhatatlan volt, és mindig megtámadták. És az ember úgy programozza önmagát, mint ahogy egymást programozzuk, hogy hú, basszus, kicsit veszélyes, túl boldognak lenni. Na, akkor leveszünk egy kicsit a hangerőből, vagy a mércét alávadjuk, és ez volt eddig az év tízezredek alatt, hogy ne mutasd ki a boldogságodat, mert akkor az ennek a szomszédnak meg majd csípi a begyét, az megtámad, és ezt mond, ez a humán 1.0-ás, egy aljas támadógép az ember. A legaljasabb, becstelenebb lény az omniverzumban. És az a pár ember, te meg én, aki úgy szeretne tényleg boldogan teremteni, határozon teremteni, eddig mit kaptunk? Támadás, saller, kokit azért, mert igazi humánok voltunk. Na most ez meg fog változni. Aki az önmunkán keresztül nem takarítja ki ezeket a boldogtalan programokat, ezeket a traumákat, amiket az embertársaink okoztak, azok nem fognak emelkedni. Marha egyszerű. Az időségtörés megtörtént. Neked, nekünk, annak a pár organikus humánnak viszont el kell engedni azokat a traumákat, miszerint mi próbáljuk magunkat leredukálva tartani a boldogságunkat, a teremtésünket és a szívünket, csak éppen, hogy csöpögni, meg csorogni hagyni, csak azért, hogy ne legyünk veszélyesek a külvilágnak a programozására. Magyarul most már biztonságos boldognak lenni. Most már nem kell az ősi mintát úgy követni, hogy jaj, kicsi én, nagyvilág, akkor nem mosolygok, akkor nem mondom ki az igazat, csak nehogy ennek a izének a, tudod, a, ennek meg ennek az embernek, tudod, csípjen meg zavarjam a világát. Zavard a világát. Erre mondom, rúg be a méhkaptárba, hadd zümmögjenek, vége a régi világnak. Aki ezt nem fogja fel, az marad a régi világban, teremt magának egy olyan poklot, hogy onnan sok siker a kiút. Nem lesz kiút, oké? Okay? Nekünk viszont, aki az emelkedő idősíkon van, azt mondja, hogy oké, okay, jó embernek lenni, szeretem az életet, látom, hogy mit okozott ez a régi rendszer, és hajlandó vagyok tenni magamon keresztül valamit azért, hogy ezt a boldogságot, teremtést, ezt az egységet bevállaljuk. Nem leszel boldog, Peti, ha csak magadra gondolsz. Van egy egység tudatosság, unity consciousness. Van egy olyan tudatosság, hogyha te csak magadnak csinálsz valamit, egy ideig jó, de ez egy kicsit önző, mókuskerekes a teremtés lesz. Teremts valamit, ami jó a családodnak, jó a közösségnek. És hogyha valaki beszól, és akkor ez egy nagyon fontos dolog, mert engem ti láttok, olyan salareket osztok ki, de csak azért, mert ismerem a sátáni pszichológiát. Mert olyan aljas és gusztustalan a legtöbb izé program, hogy az ember nem fedezi fel magában, hogy támadja az Isten, támadja a jót, támadja az evolúciót és a törzsfejlődést a buta programozása. Jó? Mit kell csinálni? Tudni azt, hogy te egy teremtő lény vagy, neked megvan az egyedi kódod, a gyönyörűséged, a szíved, ez a tehetséged, és ha valaki beszól, saller. Bum! Mit képzelsz? Hála Istennek, egyre kevesebb sallert kell osztani, mert az időségtörés most megindult. Ezek, akik állandóan beszóltak meg, akiket a rendszer fizetett, ezeket jó csicskáknak, tudod, a sátán csicskáinak, hogy ne szólj. Nem adtam rá engedélyt. Mit képzelsz magadon?
És ez az új mentalitás. A legtöbb ember azt mondja, hogy egy emelkedett mester, az bárgyú mosolyol a tül a hegytetőn, és akkor szeretet, szeretet, ne szeretet küld neki gömbvillámot. Mit képzelsz magadról? Babráld azt. Tudod? És ezt az ember, mikor megtanulja, hogy van ez az ellenség, ugye, ahogy Jézus mondta, az ellenség házon belül van. Ez. A támadások, az emberi elmével lévő támadások, ezeket szépen megnevezzük, magunkon természetesen feloldjuk, és teremtünk egy olyan világot, ahol a szívünk megnyilvánul minden félelem nélkül, azon félelmek nélkül, hogy minket bántani fognak azért, mert emberek vagyunk. Már majd, hogy nem azt mondanám, hogy itt egy pont, de itt egy vessző. Azért vessző, mert ez annak a felvezetése az emberek részére szerintem, nagy többségének, hogy tényleg érdemes nem félbehagyni a munkát, hanem még rápakolni és rákapcsolni, és egyre többet. Nem is a sallert kiosztani, hanem azt a belső dicséretet is, hogy én tényleg jó helyen vagyok, jókor vagyok jó helyen, és de jó, hogy csinálhatom magamért és a közösségért. És ennek, mondjuk ki, majdhogy nem a egyenes arányban egyből jön az összes többi, a boldogság, és minden olyan dolog, amit az emberek furcsa, amikor rákérdezek, és azt kérdezem, hogy mit érzel a jövőddel kapcsolatosan. Tudjuk, hogy van egy félelem benne, de nagyon nehezen nyílnak meg, hogy ők tényleg most már merhetik ezeket a dolgokat önmagukon keresztül megnyilvánulni, és lehetnek azok, akik mindig is akartak, csak ahogy a hihetetlenül precízen, és mi tudjuk, akik tőled tanulunk már nagyon régóta, minden egyes szónak, még egyszer mondom, minden egyes szónak nálad mélyebb értelme van, sőt, azt veszem észre, már most is én is érzem azt az energiát, hogy most már aki nem lesz boldog, az kap egy sallert. Tehát, hogy már kell, hogy az emberek tényleg higgyék, hogy ez csak azért van, hogy a humán, az, amit vállalt, azt most már teljesítse. Ez napnál is világos. És minden Igen. ezért történik. Tehát, amit mondtál is, hogy olyan támogató energiák vannak, amit legutoljára beszéltünk privátban is, hogy szinte tárcán kínálják. Ez nagyon megragad bennem, hogy az ember már a tárcáról nem is mer, már rá sem mer nézni, mert azt gondolja, hogy itt valami turpisság van. És nem, mert ezt a teremtőtől kapod, nem Lucifertől. Igen, erre mondtam, hogy ez a luciferi gondolkodás, ez amit Mozsolás Bódinak hívtam, ez egy leredukált, félelemmel teli világ, és ha nagyon egyszerűen szeretnék, hogy akarok fogalmazni, akkor azt mondanám, hogy eljutottunk oda a sok bántás után, hogy már nem akarunk, hogy te mondtad, nem ott a tálca, ott van tényleg a svéd asszal, és nem merünk hozzá, mert attól félünk, hogy valaki ránk támad, hogy valaki beszól, hogy valaki, tudod, valami, hogy megtámadja azt az bőséget, azt az igényünket, azt az elfogadását a bőségnek, amire mi érdemesek vagyunk. És úgy programoztuk magunkat, és nagyon hosszú ideje programozzuk magunkat. Tehát a sötét rendszernek ugye volt egy eszmetlen finom taktikája, volt idejük. És olyan tudom, hogy mi egy minden hónapban egy fokkal fölmegy a hőm, és nem érzed, mert az ember annyira le lett redukálva, és annyira be lett a mókuskerékbe tolva, hogy nem érezzük a finom energiákat. Nem érezzük a finom energiát, csak a hatalmas különbségeket. Annó, mikor még a Napoleon Hill-t tanította Andrew Carnegie, ő mondta neki, hogy ha sikeres akarsz lenni az életbe, túlozni kell, el kell túlozni az energiákat és az érzelmeket, mert csak azt hallja az ember. Annyira le lettünk tompítva, annyira le vagyunk tompulva, hogyha valaki nem dob egy téglát a kirakatba, föl se vesszük, hogy vigyázz, jön a vonat. És most jött el az a világ, hogy azok az értelmes, szívvel, lélekkel rendelkező humánok, akiket még a mesterséges intelligencia nem foglalt el, azt mondják, hogy tudod mit? Szeretek ember lenni. Tudod mit? Bevállalom,
ezt az önmunkát, mert csak azon keresztül lehet, mert az önmunka az az ellenkezője annak a programozásnak, amit már több tízezer éve teszünk magunk ellen. Ugyanúgy, ahogy a rendszer is arról szólt, hogy gyengítsenek minket, mivel féltek tőlünk, raboljanak minket úgy anyagilag, mint energetikailag, ezt azt mondja, erre el kell jutni, Peti, hogy hát nemet mondok, nem, nem. Az én dolgom az az, hogy a sötétséget, hogy mondjam, identify, tehát megnevezzem, és kiosztom neki a sallert. Ez nem fog sokatoknak menni. Én erre vagyok képezve, hogy olyan szinten meg tudok mozgatni idősíkokat és ismer mintákat, hogy te ezt nem csinál a kisfilm. Itt van még a fussalvé, mit képzelsz magadról? Ez olyan integráltságot, olyan magas tudatossági szintet igényel, hogy a legtöbb ember ide nem fog jó érzéssel belemenni. Nem is baj, az az én dolgom. És az én dolgom még az, hogy ti, akik emelkedtek, akik tényleg igazi organikus humánok vagytok, és szeretnétek kiszállni az inorganikus világból, hogy nektek utat mutatok. Oké? Ezt köszönjük és érezzük is. Tehát minden olyan támogatáson keresztül, amit te felén küldesz, én azt gondolom, hogy mindenki bármelyik csoportodban is van, még itt a privát csoportodat, és sok-sok-sok helyen vagy már jelen. Azt gondolom, hogy senki nem mehet el most már amellett, hogy mennyire változott az a retorikád is, hogy tényleg vegyétek igenis nagyon erősen figyelembe, amit csináltok, ahogy mondjátok, amit tesztek. És milyen érdekes, hogy ugye mi, úgymond rajtad keresztül a terapeuták, a kócsok, azt tanítjuk, hogy a nemet nem mond, de nekünk ki kell mondani a nemet, hogy pontosan. abból tanulhassunk, hogy az nekünk egy igen legyen. És most Így nem van. össze akartam zavarni mindenkit, de ugye pont ezt mondtad, hogy de nemet mondok a régire, és Így van. igen, mondok az újra. Így van. Az invertált matrixban azért hitták invertált minden fejtetején át, és nemet kell mondani a hülyeségre, és igent kell mondani a jóra. Eddig ez nem volt. Ahogy te is mondtad, hogy itt a tálca, itt a svéd asztal, jaj, kicsi én, hát akkor nem. De miért nem? Mert belettünk programozva, hogy nemet mondjuk. Amikor te nemet mondasz, egy olyanra, egy intuitív, egy üzenetre, akkor azt csinálod, hogy te megtámadod a magasabb bényeidet. Ez egy isteneli támadás. Amikor megtámadjuk a magasabb bényeinket, az alacsonyabb bényeink bűntudatba elkezdenek szenvedni. A bűntudat meg oda vezet, az az ego világa, hogy újra nemet mondunk. A jóra egyre több örjöngő, traumatikus mintát kezdünk magunkban felfedezni, és tönkretesszük magunkat. Azért tudom mondani, a filmszakadás, ülj le, erre mondom, csücs, és nézd meg, mondjál igen, lehet, hogy furcsa lesz, mert diszonanciába fog járni. Ezre mondom, hogy kellnek mentorok. Gyere, Peti, most tudod, segíts már igent mondani a jóra, mi folyik itt. És azért, mert úgy voltunk programozva, hogy nem vagyunk érdemesek a jóra. Hogy úgy nem vagyunk méltóak az Isten szeretetére. Hogy a legtöbb ember úgy érzi ez a hiedelem világ, hogy nem méltóak a bőségre. És akkor az ego elhitette velük még az ellenpólust is, amiről beszéltem, a bálványozást. Az ego bálványozza a fájdalmat, a hiánygondolkodás, bálványozza az abúzust, bálványozza a, mond már, a deprivation, tehát a megfosztottságot. Minden rossz programot bálványoz, azért kell nagyon, tehát menni kell még a rossz, a furcsa érzelmek ellenére is. Ezek ennek mentorok. Mert azt hiszük, mert eddig mi érzelmi lények vagyunk. Ha minden csak érzelemből fogunk csinálni, ide jutott. Ez már az ötödik civilizáció bukása. Ész is kell. És logika, Okay. igen, amit tanítasz. És ugye az is látszik, hogy tehát amiben nagyon profi lett az ego rajtunk keresztül, hogy tényleg elértük a legalját. Tehát tényleg boldogtalanok tudunk lenni. Tehát azt már tudjuk, hogy mit tudunk lenni, de fedezzük föl, hogy ugyanúgy az ellentétje is megvan, mert ebben a világban oda kell tennie azt, hogy hogyan lehetsz boldog. Ezt meg ugye tehát, hogy meg kell, hogy mutassa, nem titkolhatja, ez egy szabad akaratú zóna, tehát nem lehet eltitkolni. A módszer, hogy hova bújtatja, hát igen, az már egy nagyon is kacifántos kérdés.
Igen. Az ego eszméletlenül rafkós, nagyon rafinált, de messze nem olyan rafinált, mint a fény. És Így. az emberek nem tudják. A fény, a tudatosság, a tisztult elme, a takarított elme, az átlát ezzel. Ez egy óvodás cirkusz, ami itt folyik. És a boldogtalanságot, hogyha megtanuljuk, hogy mi okozta, akkor felfedezzük magunkban azokat a struktúrákat, és azokat a logikai idősík, vagy idővonalakat, amiken mi eddig éltünk, és rájövünk, hogy miért mondtunk nemet rá. Hát mert a szomszéd, meg az Darwinizmus. rendszer, ugye, az minket bántotta miatt. Oké, tehát ezt el kell engedni, erre vannak technikák. A másik, és ezt már említetted ennek a beszélgetésnek az elején, hogy amíg az ember nem oldotta fel a veszteségi traumáit, emlékszel a 17 traumát, és az egyik a legkomplexebb, nem a legkomplexebb, a legnagyobb csomag a Legnagyobb. veszteségi, addig nem mer boldog lenni, mert fél az újabb veszteségtől. És a boldogság, a boldog, oké, okay, boldogtalanság, az úgy is kijön, hogy az ember beteg, hogy a tüdő fáj, mert ott van a szomorúság, az elnyomottság, a ki nem fejezettség. És most azt is láthatod, ez most egy ide beillő komment lesz, hogy az eddigi elnyomott érzelmeket, ami egy nagyon dús világ, több százezer, akár millió érzelmet, meg sztorit elnyomott az ember, ez most mind jön a felszínre. Ezt mondtam egy éve talán, vagy még annyi sincs, hogy most kijön a fogkrém a tubusból, minden feljön az emberekbe. Ettől a legtöbb ember, aki nem ismeri az önmunkának a tisztulási útját, módját, attól nagyon megijed, aki viszont tudja, hogy van kiút, az meg elkezd magán nagyon, nagyon mélyen dolgozni. Miért mondom ezt? Addig az ember nem boldog, amíg tényleg el nem engedi ezeket a boldogtalan mintákat. Úgy vagyunk programozva, hogy boldogtalanok legyünk. Ahogy említettem korábban, úgy vagyunk programozva, hogy a mizériát és a szenvedést tartsuk magunk előtt, mint egy irányt, és az, ha tényleg ez a program, ami vezeti az emberiséget, akkor nem fognak soha boldogok lenni, nem fognak békés, egyedi teremtők lenni, a teremtők kiterjesztései nem tudnak lenni. És megismétlem itt magam, de csak azért, mert annyira fontos, és az ember tudod, szeret törölni, mert ez az mindig töröl, torzít és általánosít, hogy a boldogság belülről jön. Magunkba kell azt úgy visszaintegrálni. El kell engedni a múltat, az ellenpólus mintáit, és magunkba visszaintegrálni azokat az energiákat, hogy tényleg ezt el tudjuk fogadni. Ezt hívom spiri hablacsnak, mikor azt mondják, hogy benned van a boldogság. Csak csinál! Pá, magasló! Tá, nincs kiút, mint megcímezni az ellenpólusokat. Aki már engem ért, ami azt jelenti, hogy a fénnyel van, az érti, hogy nem lehet a hegy tetejére fölmászni, anélkül, hogy le ne raknánk bizonyos súlyokat. Mert nem nincs az az erő bennünk, ami föl tudná cipelni ezt a sok fölösleges cuccot. Muszáj feloldani az ellenpólusokat, magunkat, és ez is fontos, érdemessé és méltónak nyilvánítani a boldogságra, és tenni is annak érdekében. Oké, okay. Tehát itt Nagyon most jó, technikai voltam, műszaki, igen, tehát. teljesen logikus is, tehát én azt gondolom, hogy bárki, aki ezt majd sokszor visszahallgatja és kijegyzeteli, mert nagyon sokat halljuk, hogy ezeket a videókat kijegyzetelik az emberek, jól is teszik, mert tényleg olyan, hogy ezt egyszer végighallgatja az ember, de még föl kell fognia. Viszont Igen. nagyon örülök, hogy ezt kimondtad, és bennem, amikor ez a téma feljött, akkor azokra, akár a klienseimre is gondoltam, akik már tényleg az önmunkán keresztül, akár tényleg átestek a
kígyóverem, tehát ezt tudni fogják, akik dolgoznak, tényleg azt érzi, hogy jaj, ez egyre rosszabb. És ugye, nyilván akkor jött erre, hogy jó, én, mint coach, tudom, hogy ez jót jelent, de ő neki kell tudnia, nekem át kell tudnom adni, hogy ez most jót jelent, gyere, menjünk tovább, és ott lesz az út végén az, ami miatt elindult el, és ami miatt itt vagyok, és támogatlak, és folyamatosan fogom addig a kezed, míg te át nem lész azon a küszöbön. Tehát én ezért is hoztam be, hogy sokan most tényleg úgy érzik, hogy ott állnak a kapuba, most kopogjak, csengessek, forduljak meg, jó ez az ajtó, jó ez a kapu, bejöttem ide. Tehát a tanácstalanságot kezdtem el felfedezni, egy nagyon hosszú és tényleg példát statuálva merem mondani, hogy nagyon sokan, rengeteget dolgoznak azért, hogy eljussanak ide. És el is fognak, ezt tudom, csak azért akarom, hogy őket még lökjük meg egy kicsit, már bocsánat, finoman Értem. szó. Nem tudom, hogy hol említettem ezt, nem is ez a lényeg. Úgy programoztak minket, és azért kell tudni ezekről a programokról, mert ha nem tudunk, akkor a minta sodor minket tovább. Amikor tudunk azt, akkor nemet tudunk mondani a mintának. Úgy programoztak minket, hogy leredukálva a fizikai síkot figyelve keressünk stratégiákat és megoldásokat. A fizikai síkon létezés ez az ego világa. Nézd, milyen szép testem van, milyen jóságem van, marha okos vagyok, nézd, milyen izé, mennyit keresek, hú, de marha jó fej. Most Nagyon jó. az történik, hogy ez egy icipici része, egy szelete az énemnek. A többi énjeimet, úgy, hogy az alacsonyabb dimenzionális természettel való kapcsolódást, az első dimenziót, teljesen szeparálva hagyták. A második dimenzió teljesen szeparált. A harmadik dimenzió, ez az existential plane, tehát ez a létezési sík, amiről mi tudunk, ez ebbe úgy, ahogy voltunk, de a többi tizenvalahány plusz magasabb lényeinket teljesen elutasítottuk, mert elutasították velük. Magyarul úgy programoztak, hogy ne legyen hozzáférhetőségünk a magasabb lényeinkhez, akik tanácsot tudtak volna nekünk adni, hogy figyelj, jön a vonat, figyelj, itt egy út, figyelj, itt van a megoldás. És azért nagyon fontos tudni, hogy ez semmi gond a harmadik dimenzióban. Ez egy őrült világból, de valami eszmetlen komoly tanár is, hogy vissza kell integrálnunk magunkat, vagy a magasabb lényeinket, hogy ne érezzük magunkat egyedül. Azért programoztak így minket, és hogy az ego világ az egy istentelen világ, azt jelenti, hogy a magasabb énjeinktől megszakított világ, és mikor az ember csak ezekről tud, szeparálva itt lógunk, mint valami kolonc, és a magasabb énjeink, akik azt mondják, hogy figyelj már rá, mert itt vagyok, vigyázz, ezt csak intuíciónak. Olyan szinten eddig az ego világában erre nemet mondtunk. Tehát az intuitívság a szívnek és az intuíciónak az iránya és a finom hangja, azt kell megtanulni. Ez nem fog menni, tehát a szívet is csak az elmén keresztül lehet meggyógyítani, az intuíciónk ellen is szó rengeteg egoprogram, azt is fel kell oldani. Tehát magyarul azért fontos ez az önmunka, ez az integrációs munka, hogy a segítő magasabb lényeink, a segítő aspektusaink, a teremtő, a forrás, a mindenség, hogy ne újjal mutogassunk rájuk, hanem legyünk egyek úgy, hogy békében, egészségben, boldogságban létezhessünk. Azért nem vagyunk boldogok, mert szeparáltak vagyunk. A tizenvalahány dimenzionális összegségünkből, vagy az összteljességünkből egyről tudtunk szinte, és akkor volt még így a spirituális körökben az, hogy hát a magasabb éne. Oké, tudod, hány magasabb éned van? És tudod, hogy mindeniknek nemet mondtunk, mert a dühünkbe, meg a traumáinkba. Ezeket kell mondani, gyere, ne haragudj, figyelj. Szükségem van rád, segíts. A boldogságnak az is még valamilyen szinten egy ilyen ellenpólusa, hogy úgy érezzük, hogy nem vagyunk érdemesek a segítségre. Nem Aki fogadjuk úgy érzi, hogy semmit. egyedül van, az egy ego trükk. Ez a negyedik fejezete a könyvemben. Egyedül vagyok, nem vagy egyedül, egyedül reprogramoztad magad, mert nem tudtad, hogy mi a felállás. Most már tudjuk a felállást.
Vannak nagyon jó és kedvező játékszabályok, és ezeket meg kell tanulni. Igen, egyébként eszméletlen, szinte meg se akarnék szólalni, bár hál' Istennek, hogy nagyon sokat tudsz úgy adni heti, szinte már néha napi szinten nekem is, amiben az ember tényleg annyira fel tudja ismerni magán keresztül az új világnak a körvonalait, a lehetőséget, az esélyt, amit tulajdonképpen most teremtünk. És annyira boldoggá tesz egyébként, én kimerem mondani, hogy boldoggá tesz, és boldog vagyok attól, hogy mindazt, amit eddig elértem, azon keresztül is, amiket te tanítottál, hogy nem tudom nem jól csinálni. És tulajdonképpen kikerülhetetlen, hogy boldog legyek. És valahol eljutottam én is arra a szintre, hogy annyira, de annyira örülök annak, hogy itt ott lesznek többen is. És azért is akarom, hogy minél több olyan segítséget tudjunk adni, hogy tényleg, akik erre valóban tudják, hogy méltó szívből, azok csatlakozzanak, és mutassák ki. Ugyanis, ahogy te mondtad, most azt kap kokit, aki nem mutatja ki az Igen, elejét. pontosan. Igen. És ez tényleg nagyon fontos, hogy már nincs semmi, ami minket bánthatna. Már rég elmentek. Már csak mi vagyunk azok, akik újra mutogatunk, de már az is szinte görbül vissza, és az ember köszöni meg magának, hogy de jó, hogy itt vagy. Igen. Jól érzem ezt? Igen. Igen, ez nem fog egyedül menni. Így van. Erre mondtam, hogy profi mentorok kellenek. Ugye akkor először a TikTok kicsi merev gondolkodásúak azt hitték, hogy én próbálok itt valamit értékesíteni. Szó sincs erről. Arról van szó, hogy az ember az embernek úgy tudjon segíteni, hogy önzetlenül szívből valamit adni. Azt tesz igazán boldoggá, amikor nincs elvárás. Mikor tényleg úgy nyilvánulsz meg, hogy ahogy én is, én rengeteg ember segítek. Nekem nagyon több ezren írnak havonta. Én engem boldoggá tesz az, hogy tudok valakinek segíteni, ugyanakkor résen is vagyok, meg észre is, meg tudom az ego programokat, és tudom, hogy mi van még ennek az embernek az elméjében. Tehát az a lényeg, hogy most megfogjuk egymás kezét. Mikor megjelentem először Magyarországon, ezt mondtam, hogy ki fogunk szállni ebből a versengő mintákból. Én jobb vagyok, mint te, én szebb vagyok, mint te, gyorsabb vagyok, többet keresek. Kész, kit érdekel? Így van, egészen. Én lehet, hogy ekkora méretű fogaskerék vagyok, a másik meg lehet, hogy ekkora. Tök mindegy. Nélkülem nem megy a gép. Minden kis kerékre, minden alkatrész, vagy minden darabra szükség van, minden mozaik darabra szükség van, azaz mindnyájunkra szükség van. És ha ezt úgy tudjuk, hogy ez tök jó, már nem kell versengenem, már nem kell félnem a bántástól, már nem kell az én nem vagyok elég jó hiedelemvilágom mögé bújni, mert így voltunk programozva, hanem azt mondjuk, hogy oké, kilépek, lehet, hogy nem lesz egyszerű, lehet, hogy erre mondom, meg kell egymás kezét fogni, és tudod mit, amikor az ember megtesz egy lépést, és sikeres, attól lesz boldog. Azért boldogtalan az ember, mert nem cselekszik. De azért nem cselekszik, mert az elméjében el van tolva, meg torzítva minden irány. Most, ha belegondolsz, egy olyan ponton vagyunk, hogy ketté válik a világ. Vannak a okos tojások, akik kötik az ebet a karóhoz, ők mennek, hova mennek. Mi meg emelkedünk. Egyre kevésbé látom az emelkedők táborában azt, hogy már úgy hárítanak, már úgy azt, hogy nem azt mondják mindezek, hogy de hát nem, mert papapá, meg doktor, tudod, ez meg ez, nem, nem, te mész arra. Azt mondják, hogy basszus, tényleg ez ott van. És akkor beindul, tudod, a keresőkerék, hogy tényleg ott van. Most ez arra emlékezhet, hogy mikor anyám nemet mondott, vagy mikor vele összeszólalkoztam, mikor tudod, kimondtam az igazat. És ez a lényeg, hogyha ebben az energiában tudunk egymásnak segíteni.
Ezeket nem azért nevezem meg, vagy tudod, rossz mintákat, mert bántani akarom, hanem ha ezt tudod, van kiút. Ha nem tudod, akkor megy tovább a lendület a mintával. És nagyon fontos azt tudni, hogy amit említettem, muszáj egymásnak segíteni. Most egy olyan időszak következik, a 2024 év hátralévő része, hogy eljutunk az emelkedők egy olyan pontra, hogy olyan együttérzés lesz jelen a szívünkben, hogy már látjuk ezt a sok gép működésű okostojást, ahogy szoktam hívni őket, és már majdnem, hogy együttérzünk velük, mert cementé, tehát be lesznek betonozva a saját korlátolt gondolkodásukba, és ők meg is rekednek ott. Tehát nekik az egyedüli kiút az a napvillanás. Tehát akkor fölmennek a fénybe, azt nekünk ennyi. Vagy nekik annyi. Meg. Jó? Erre mondtam, hogy ki lesznek törölve. Én soha nem vicceltem, csak az emberek annyira torzít, meg bután, meg hárít, meg nevet, meg gúnyolódik. Tudod, ez a sátáni arrogancia, hogy most eljött az idő. És most jött el az az idő, hogy a te szívbéliséged, a te értelmed, az ő szívbélisége, az ő értelme végre teret kap. Végre teret kap. Az, hogy figyelj, Peti, jött egy intuíció. Nézd már erre rá, kérlek, a fiaddal kapcsolatban, és akkor tudod, így egymásnak segítünk. Már nem kell félni az okostojásoktól, mert ők már távoznak, és még lehet, hogy kapirgálnak, vagy mond már kalimpálnak, meg óbégatnak, de végük van. Eljött az az idő, hogy megörököljük a Földet. Ez csak intelligenciával, szív intelligencia, és ahogy a Greg Braden mondja, brain, heart, coherence, Yeah. tehát az agy és a szív koherenciával történhet meg, mind a kettőre szükség van. Azért kell a traumákat feloldani, hogy gondolkodj is, de érezz is. És a két világ, mikor megvan, akkor hova van az intuitív hozzáférhetőségünk, és nincs, ahogy te mondtad nagyon szépen, nincs lehetőség hibázni. És eddig ettől féltünk. Félünk a hibázástól, félünk attól, hogy rossz úton haladunk, félünk attól, hogy pont, 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 nem kell félni. Itt vagyunk egymásnak, és ez az új földnek a csodálatos új energia. Versus, ami eddig volt. Igen, és eszembe jutott egy 3D-s kifejezés, egy szociáldarvinizmus, hogy ember embernek farkasa. És hogyha ezt csak úgy fordítom az új világra, hogy ember ember, de a farkast figyeld meg, hogy mennyire összetartó, így van. mennyire klánban gondolkodik, és nincs hátrahagyás, hihetetlen példák tömegét kapjuk egyébként a környezetünkből is, és nem is kellene egymást nézzük, hanem csak észrevenni, hogy szokták mondani, hogy ne csak néz, hanem láss is, ne csak fülej, hanem hallj is, ne csak fogja, hanem érezz is. Tehát, és amit ugye mondtál is, hogy az is a felemelkedés része. Egy, hogy ugye szűkül össze a dimenziók, és szinte azt érezzük, hogy föntről jönnek a felső dimenzió felsőényeink, de nem csak ez, hanem azok az érzékelések nyílnak jobban, és meg akár a telepátiától. Tehát aki eddig csak azért nem szólt a furcsaságáról, mert nem lehetett, most azért szóljon, hogy más ismerjen. És úgy gondolom, hogy ahogy te is mondod, hogy annyira a küszöbén vagyunk annak, hiszen a kritikus tömeg már egyre jobban megvan, hogy ne haragudjon meg senki, de áttörjük a gátat. Igen. Azt a gátat, amit utána tudjuk, hogy már nem abba valóak vagyunk, hanem egy újba. És én, Igen. mint építész, pontosan megtanították nekünk, ha valami nem odaillik, akkor azt le kell bontani, és építhetsz helyette egy újat. Igen. De ami nem való már, azt borítsuk le. És képzeld el, én ezt látom az emberekben, hogy attól félnek, Így van. hogy a régi rossz elvesződik. De hát Így mondom, van. lesz helyette új. De mi lesz az? Hát gyere, mondom, De nem csúlyog. csináljuk, és Így van. építsd, fogd meg azt, tedd oda, te abba vagy jó. Én abba, hogy tudok tervet mondani. Igen. Tehát
Nagyon jó az összhang. Kezd egyre jobban, ahogy mondtad, hogy szívből adj és követ meg. És ő is szívből ad, és terjed, és egyre jobban terjed. Én ezt azért látom, és tudom is. Igen, ez egy szép példa is, és tudod, egy magasabb szintről az el nem engedés képessége, tehát nem tudunk, az legtöbb ember nem tud elengedni. Így van. Van ez a hablacs verzió, hogy engedd, de nem tud elengedni. Igen. Az ellenpólusa az örjöngés, ez a kézzel görcsösen kapaszkodunk a múltba, kapaszkodunk a szenvedésbe, kapaszkodunk a mizériába, kapaszkodunk a traumákba. Amíg ez nincs feloldva, addig nem tudunk elengedni. Na most, az univerzum most úgy programozott, nem csak bolygókat, meg energetikákat, hanem megnyílt, eltávolították a mágneses pajzsot is, ami mögött mi karanténban voltunk, hogy az univerzum, omniverzum, olyan messze galaxisokba jönnek információk, hogy mi attól integrálódunk, egyre inkább integrálva leszünk, és egyre több jó információhoz jutunk hozzá. Eddig az volt, hogy rossz információ szerint, ahogy mondtam régen, rossz térkép szerint mozogtunk. Oké? Okay? Hogy megyek a Balaton? Hát, dobsz egy hátas, dobsz egy ballas, dobsz egy... Nem, nem, hát ez nem Balaton. Persze, mert rossz a térkép, rossz az irány, rossz a tudás. És jönnek be, ugye, ahogy említettem, ezek a különféle, van már a civilizációkban más energiák is, azért ilyen fáradt az ember most. Azért van ez, hogy miért álmodom ilyen furcsa dolgokat? Miért vannak látomásai, mik ezek? És azért, mert jön be ez a rengeteg információ. Minél tisztább az elme, Peti, annál kevésbé zavar minket. Megy a mozi, utána És annál automatikus. jobban hiszi, hogy ez valóban ott van. Tehát ez nem science fiction, mert a science fiction az a valóság, csak Igen. nekünk ezt monitoron mutatták, hogy hidd azt, hogy nem kell ezzel foglalkozni, vedd meg a jegyet. A jegyed most az életed lesz, tehát ezt úgy vedd meg, hogy örök életre szól, viszont tessék akkor odafigyelni, hogy a nanu-nanu, az a hír, az kimegy, és fordítsd le, hogy az nekem is szól már. Így van. Hát Egyre több jó én példa, bizakodó hogyha... vagyok, és Igen, nem, boldog is muszáj, az is vagyok. kell. És tudod, minden értelmes humán tudja való a szívébe, hogy ez igaz. Igen, Nincs igen. mit alkudozni. Tudod, az ego mindig, emlékszem még annó, még volt egy interjúm, nem veled, hanem azt hiszem Szabos Annyival, hogy az ego állandóan akadékoskodik. Alkudozni, nem értesz hozzá. Tudod, ülj egy csücs, hallasz, jó? És ez a lényeg, hogy most nekünk, az emelkedőknek ezt az attitúdot, hogyha be tudjuk válni, hogy maradj már, minden oké, okay. Én most adom magam, én most megmutatok egy magasabb nívót. A boldogtalansághoz való görcsös ragaszkodás azt is eredményezte, hogy egy alacsony nívó próbáltunk fenntartani. Az új világ arról szól, hogy egy sokkal magasabb nívó szerint gondolkodjunk és teremtsünk. Ebben segíteni kell egymásnak. Annyira hozzá vagyunk szokva ehhez, hogy á, kicsi én, nagy világ, á, nem mondom ki a teljes igazságot, nem keresek túl sokat, mert. Nem, vége. Add magad, adjál többet magadból, segíts annak a másiknak, nevezd meg azt a rossz mintát a másikban. Ezt hívom én Schallernek. Nincs még egy olyan civilizáció, meg egy olyan zóna a világegyetemben, mint itt, hogy a hülyességet és a rossz mintát tolerálják. Nincs. És ez a dolgunk nekünk, hogy figyeljük. Nem, nem, nem. Rossz irány. Ez a nívó. És ha az ember azt mondja, hogy nívó, mit jelent minőség, az mit jelent életminőség, mikor te része vagy egy élet, egy minőségi élet teremtésének, boldog vagy. És tudod, eszembe jutott az, hogy tulajdonképpen ennek az elérése után egyből onnan folytatjuk, ahol sose voltunk, és egyből a többi jön szinte majd, hogy nem magától. Igen. És az jutott eszembe, amikor azt a gyakorlatot csináltuk, vagy mesélted el, hogy emelkedjünk föl egy hőlégbalonnal, és menjünk az idővonalon vissza addig, ahol először voltunk boldogok. És erre te azt mondtad, hogy hát én a Föld keletkezésénél
tudtam esetlegesen ott talán valamit. Igen. Hogy ezért most, hogy benne van mindenki, és nagyon sokan az önmunkában, ehhez ragaszkodni, én azt gondolom, hogy elég nagy hülyeség. Igen. Annak tudatában, hogy már megvan ennek az ellentétje, a boldogság. Nagyon fontos itt azok a finom mentális kapcsolókról, pszichológiai szabrutinokról tudni, mint hogy érdemesnek tartod-e magad arra, hogy emelkedj. Méltónak tartod-e magad a boldogságra. Méltónak tartod-e magad a másoknak az elfogadására és a közelségére. Ezek olyan pszichológiai törések és struktúrák, amire a legtöbb ember nem tud. A szókincs lehet, hogy ismerős, de minden méltóság, érdemesség mögött van egy olyan finom, precíz kifejezés, ami, ha azt az áramkört bekapcsolja, akkor van kiút. Azért mindig mondom, hogy lassuljunk le, lassítsuk le, vagy legyen filmszakadás, ahogy mondtam, de csak azért a filmszakadás annyit, hogy engedjük már ezt a régi mozit. Ez nem működik. Jó? Nagyon fontos ezeket a finom dolgokat átlátni, azt mondjuk, hogy nem csoda, hogy nem működött ez, mert itt van ez a gondolat. Ha bármi, tudod, felfedez az ember, azt mondja, hogy oké, erre jó a nagy technika. Megmondod az ősöknek, vagy magadnak, hogy fiú, ezt megtaláltam, felfedeztem, semmi gond, ez egy energia, ez szerint működött a világ eddig, kérlek, ezt engedd el, már nem kell félned, már nem kell bújnod, már nem kell a másikba az ellenséget látod, mert az csak az a másik, akiben az ellenséget látod, az a te elmédben egy fraktál, egyenlő, integrálatlan rész. Magyarul, milyen a világ? Előttünk az élet, előttünk a lehetőség, de ezt tudni kell, de tudni kell azt, hogy mit kezdjünk, hogy mik azok a precíz lépések, mi szerint mi úgy át tudjuk, ki tudjuk iktatni a régi programokat, hogy tényleg beengedhessük a teljességet. Én valahol most nem azért zárnám le, mert nem tudnám ezt még veled folytatni egy-két évig, hanem hogy itt, ha tennénk egy olyan keretet, én azt tanácsolom mindenkinek, hogy bár végig hallgatták, és még várják, mert még lesz egy olyan dolog, amit kérek tőled, hogy nagyon gyorsan, ahogy végeztek ezzel a meghallgatással, újra kezdjék el azt, hogy meg tudják, hogy mi a boldogság. És én úgy szeretném veled ezt az interjút zárni, hogy ha azok, akik most ott vannak a kapuban, mit töltenél le, hogy mihez kell nyúlniuk még, hogy oda be is menjenek? Oké. Okay. Ez egy szép metafor, mert én is látom a mennyország kapuját, és bátortalan kezek próbálnak a kilincs felé, ha lehet ezt a metaforát így Becsúszik. használni. Oké. Okay. Tehát akkor nézzük, hogy mit mondanak. Eljött az az idő, ahol döntés kell hozni. Kell-e az új, mersz-e belépni, mersz-e átlépni és kilépni a régiből? A teremtésnek az ellenpólusa a rombolás. Mered-e hagyni a régit, a diszfunkcionális lerombolódni? Mi ebben segítünk neked? Mered-e hagyni el a te görcsös ragaszkodásodat a múlthoz, ami olyan volt, amilyen, és mersz-e a szívedben újat teremteni, úgyhogy átlépsz a kapun, adod magad, már biztonságban vagy, és olyat teremtesz, amit eddig még nem. Mered-e bevállalni a kreativitásodat? Mered-e bevállalni a te szívedet? Ha igen, csodás világ vár rád. Ha nem, kérjük azt, hogy gondold át újra, mert a lehetőség mindig nyitva van előtted. Itt van egy gyönyörű időszak. Páran tudjátok, hogy az atlantiszi bukás előtti időszakba viszünk vissza titeket. Engedjétek el az örjöngéseiteket, a kudarc érzéseket, a be nem teljesült, meg nem valósult álmoknak a fájdalmát. A teremtés arról szól, hogy valamire gondolsz, valami irányába lelkesedést mutatsz, és megteremted.
Ha nem sikerül jól, semmi gond. Teremtesz újat. Eddig ez hiányzott nektek, humánok. Mi nagyon szeretünk benneteket. Merjetek szívből élni, merjetek adni, merjetek megnyilvánulni, mivel mi itt vagyunk nektek, nem vagytok egyedül. Nyitva a kapu, legyen nyitva a szívetek, a mi szívünk nyitva van, és találkozunk hamar. Így lesz. És ez így van. Köszönöm, Robi. Azt gondolom, hogy amit lehetett, beletettünk mindenkinek, és fogyasszák jó egészséggel a látszáról, amit csak lehet elvenni. Így van. Köszönöm, hogy ma is rendelkezésünkre lehet lenni. Szia, Peti. Szép estét.